Tele volt a kisbusz illegális migránsokkal, ez látszik a rendőrség helyszínen készített fotóin. A bolgár embercsempész autóját január 6-án állították meg a bátaszéki rendőrök az M6-os autópályán. Ekkor derült ki, hogy a férfi 9 magukat szír állampolgárnak való illegális határsértőt szállított a kocsi rakterében. A kihallgatás után a migránsokat a törvényeknek megfelelően visszakísérték a szerb határhoz, az őket Magyarországra csempésző férfit pedig bíróság elé állították, és el is ítélték. Az elsőfokú döntés szerint hosszú évekre börtönbe kerül. A Szekszárdi Járásbíróság a 2021. január 8 napján megtartott bíróság elé állításon gyorsított eljárás keretében bűnösnek mondta ki a vádlottat, bűnszervezetben társtettesként elkövetett embercsempészés büntettében, ezért őt a bíróság 6 év fegyházfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint Magyarország területéről 8 év kiutasításra ítélte. Az embercsempész elleni ítélet meghozatalakor a bíró súlyosbító tényezőként értékelte, hogy a férfi bűnszervezet tagjaként egyszerre több migránst juttatott át a magyar határon. Enyhítő körülményként pedig például azt, hogy a gyerekei otthon vártak rá, és hogy korábban még nem volt büntetve, a férfi akár 16 év börtönt is kaphatott volna. Az enyhítő körülmények magas számban voltak jelen, ezért a bíróság a középmérték alatt 6 évben határozta meg a szabadságvesztés időtartamát. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a bolgár embercsempész enyhítésért fellebbezett, a másodfokú ítélet meghozataláig viszont biztosan börtönben marad.